Újraéledni látszik a kerületben a gombfoci. Egy lelkes közösség hétről hétre összegyűlik a Malom közösségi térben, hogy adózzon szenvedélyének. Fejükbe vették, hogy meghonosítják és népszerűvé teszik a sportágat. Beszerezték a szükséges asztalokat és eszközöket a Magyar Asztali Labdarúgó Szövetségtől. Az Összefogás Újbudáért Egyesület pedig befogadta a kezdeményezést Nagyné Antal Anikó önkormányzati képviselő támogatásával. Budapesten több klub is működik, de Újbudán, még ha volt is ilyen kezdeményezés, eddig nem tudott eléggé felfutni. Nem olyan régen megkeresett egy lelkes amatőr a kerületből, aki szeretné meghonosítani itt a gombfocit, és mivel már többször volt próbálkozás, hogy elinduljon egy ilyen gombfoci csoport, de valahogy mindig elhalt, de úgy látom, hogy most ők olyan mértékben szervezetten kezdték ezt el, hogy egyre többen jönnek már az egyesületbe, és gyarapodik azoknak a köre, akik igazán szívesen játszanak gombfocit. Gombfocit gyermekként szinte mindenki játszott. Arról azonban kevesen tudnak, hogy létezik egy versenysportként elfogadott változata is, asztali labdarúgás néven. A sportágat irányító szövetség a Magyar Asztali Labdarúgó Szövetség, azaz a MALSZ. 1994 óta rendeznek világversenyeket. Azóta a magyar válogatott minden Európa és világbajnokságot megnyert. Nem véletlenül, hiszen a gombfoci Magyarországon alakult ki a 20. század elején, a labdarúgással nagyjából egy időben. Kettős a célkitűzésünk, az egyik az, hogy mi, akik már régebben gombfocizunk, találjunk egy olyan helyet, ahol mindig összegyűlhetünk, és egyfajta jó hangulatú baráti társaságként együtt tudjunk lenni, és hódolhassunk ennek a hobbinak. A másik célkitűzés az szerintem legalább ennyire fontos, ha nem fontosabb, az pedig az, hogy új híveket, új játékosokat találjunk. Ezek az új hívek és ezek az új játékosok értelemszerűen pedig innen a környékről, Újbudáról kellene, hogy kikerüljenek. Március 20 óta minden pénteken 17:30-kor gyűlnek össze a Malom közösségi térben, hogy barátságos mérkőzéseket játszanak. Teljesen ingyenes a program, és hétről hétre egyre több az érdeklődő, miután gombfocit 6-tól 106 éves korig bárki játszhat. A tagok nem csak itt helyben, Újbuda színeiben szeretnének játszani, sportolni. De céljaik között az is szerepel, hogy létrehozzanak egy utánpótlás nevelő bázist, és megteremtik a versenyzés feltételeit.